Sziasztok, ez itt a Top Movies. Hamarosan mozikba kerül a Need for Speed című film, ennek apropójából összeszedtem a kedvenc autós moziaimat. A listában azok a filmek szerepelnek, amik tényleg az autók körül forognak, így sajnos az ilyenek, hogy Matrix 2, Bullet, Ronin, Olasz Meló, Transformers kimaradtak, mert bár ezekben is eszméletlen jó autós üldözések voltak, nem az autók körül forogtak főként az alkotások. A kocsi mint olyan nem volt főszereplő. Akkor nézzük is a tízes listát. 10. Ágyúgolyó futam. 1981-ben kezdődött el az Amerikát átszelő őrült futam, két folytatást is megért, igazi sztárparádét hoztak a filmek, Burt Reynolds, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Roger Moore, Jackie Chan, Terry Savalas, Shirley MacLaine, és még sokan mások tűnnek fel a vásznon. Természetesen a filmen a kor legjobb, legmenőbb szuperautói voltak az igazi sztárok, Shelby Cobra, Ferrari Daytona, Porsche 911, Camaro Z28-as, Dodge Polar, Lamborghini, utoljára 1989-ben jelentkezett ez az őrült verseny. 9. Smokey és Bandita. Burt Reynolds még az ágyúgolyó futam előtt is forgatott pár igazán jó autós filmet. A virtuál sofőr Bandita alkolt vagy éppen elefántot segít csempészni, és nem érdekli a nyomában loholó serifek egész hada. Burt Reynolds két filmhez adta a nevét 1977-ben és 80-ban. Ezen kívül még készült 3 folytatás is, de ez csak egy vérszegény utánzat volt. A filmekben szereplő Pontiac Transam igazi sztárrá avanzsált. 8. Szágulás a semmibe. Ez az autós filmek Easy Rider-e. Olyan az autóknak, mint annak idején a motoroknak a szelíd motorosok volt. Igazi kultuszfilm 60-as, 70-es évek Amerikájából. Drogok, nők, hippik, szabadság, pár lóerő és szembeszegülés a törvénnyel. Kovászki egy hivatásos sofőr, a kép egy Dodge Challenger-t szállít Kaliforniába. Speedet használ, hogy felpörgesse magát, és fogadást köt, hogy 15 óra alatt eljut a célig. Ebből pedig egyenes ágon következik a rendőrségi közbeavatkozás. Ebből pedig következik a hihetetlen szágulás és autós üldözések tömkelege. 7. Mint a villám. A reményteljes fiatal autóversenyző és legnagyobb ellenfele súlyos balesetet szenvednek. Egy vakmerő pilóta azonban sosem hagyja annyiban. A Tom Cruise főszereplésével készült 1990-es film a Daytona 500 autóverseny világába enged betekintést. A Chevrolet támogatta a filmet, így minden versenyautó az ő gyártmányuk. Tom Cruise egy 51-es rajszámú Chevrolet Luminával versenyzett. 6. Szállító filmek. A magányos sofőr Frank Martint 2002-ben ismerhettük meg. A vérprofi hűvös szállító luxuskocsijával veszi fel a küzdelmet rossz fiúk ellen. Remek autós üldözések, izgalmas akciók, gyönyörű kocsikkal megspékelve. A szállító trilógiában Frank először egy BMW 750i, E38-as vezetett, majd a következő két részben már Audi A8L V12-vel száguldozott. 5. Grand Prix. 1966-os a film, de ez a kor cseppet sem látszik meg rajta. Onboard kamerák és helikopteres felvételek, nagyon látványos és akciódús jelenetek. A Grand Prix úgy kombinálja a film történéseit a valós Forma 1-jel, ahogy az a nagykönyvben megvan írva. Egy konkrét versenyző sem szerepel a filmben, de a hangos bemondó folyamatosan ismételgeti Jim Clark, Graham Hill és a többi versenyző nevét is. Forma 1 rajongóknak teljes mértékben kötelező, akciódús autós filmek fanatikusainak pedig egyaránt kihagyhatatlan. 4. Tolvajtempó. A Tolvajtempó egy olyan kivételes film, aminek az újra feldolgozása is jól sikerült. A történet pofon egyszerű, egy autótolvaj banda megbízást kap, hogy lopjon el fél száz autót és szállítsa le a megbízójának időben. Majdnem az összes autót sikerül is begyűjteni, csak egy 73-as Ford Mustang marad. Persze a rendőrség pont az utolsó autó ellopása közben akar lecsapni, mikor máskor. Közel egy teljes órányi autós üldözés a filmben, mely alatt majdnem 100 autót törtek össze. 3. Rush. Forma 1 fénykora. Ismét egy Forma 1-es film. Mikor még nem voltak kipörgésgátlók, nincs kormányváltó, csak egy száguldó koporsó. Két nagyszerű pilóta, Hunt és Lauda párharcál a középpontban. A fényképezés gyönyörű, az izgalom tökéletesen megvan a pályán és a pályán kívül drámákban is. Látványos, pörgős film, méltó tiszteletadása a Forma 1-nek. Azoknak is ajánlottam úgy, akik nem nyitottak a Forma 1 iránt. 2. Taxifilmek. 1998-ban támadott először Daniel a taxisofőr. Mára már kultikussá lett francia filmben egy szuper taxival segít lefülelni a rossz fiúkat az együttű rendőrnek, Emiliennek. A rossz fiúk jöhettek Mercedes-Benz 500E-vel, Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, vagy Görkorival, a fehér Peugeot 406-ot nem tudták soha lenyomni. Danielig feldúlták Marseille, Párizs, sőt még az Alpokat is, de mi éppen ezért imádtuk őket. Az első helyen Halálos Iramban széria.
Rob Cohen rendező, Vin Diesel és Paul Walker főszereplésével 2001-ben életre hívta Halálos iramban franchise-t, ami még máig működik és 6 folytatást ért meg. Tudnénk szuperverdák, autós üldözések, akciós jó csajok. Ennyi elég is a sikerhez. A Halálos iramban filmek minden darabja, talán a Tokió hajszától most eltekinthetünk, élvezhető és szerethető. Felsorolni is nehéz hány járgány tette tiszteletét az évek során a filmben. Talán a legismertebb, Dom édesapjától örökött fekete 1970-es Dodge Challenger izomautója, még az első részből. Ezek voltak az én kedvenc autós filmjeim. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Várom kommentbe a ti kedvenceiteket. Addig is sziasztok!